korszerű varrógépek és faanyagok megmunkálására alkalmas eszközök is helyet kaptak ebben a frissen felújított épületben Nyíregyháza kertvárosában. Az evangélikus egyház tavaly a megyeszékhely önkormányzatától vásárolta meg ezt az épületet, mostanra pedig egy foglalkoztatási centrummá alakította azt. Az intézményt a híres bibliai történet alapján Noé bárkájának nevezték el. A fő cél itt is a megmentés, az egyház a közfoglalkoztatással szeretne segíteni a rászorulókon. Elsősorban az épületet a hajléktalanok számára hoztuk létre, azzal a szándékkal, hogy a közfoglalkoztatás az ne a zsákutca legyen, hanem fölkészítés a nyílt munkaerőpiacra, hogy azok a ránk bizottak, akik élnek velünk, akiket mi segítünk, azok ne intézményfüggő emberek legyenek, hanem újra önálló egzisztenciát legyenek képesek megteremteni. Ehhez lakni kell tudni, közösségbe kell lenni, meg foglalkozásuknak is kell, hogy legyen, és mi ebben szeretnénk nekik ezzel az intézménnyel segíteni. Az épület felújítását 153 millió forintos pályázati forrásból valósította meg a felekezet, a foglalkoztatási centrum kialakítását pedig a belügyminisztérium is támogatta. Az átadó ünnepségen Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, az evangélikusok szociális intézmény rendszerének programjai egyre több hajléktalan élethelyzetén segítenek. A rászorultak önmaguk is megtapasztalhatják azt, hogy a saját rászorultságukon felülemelkedve tulajdonképpen segítőkké válhatnak. Tehát ebben nagyon sokat segít nekik az evangélikus egyháznak ez a nyíregyházi csapata, hogy ők maguk is képesek legyenek másoknak segíteni, és ezzel megerősödni abban, hogy az életüknek nagyon komoly értelme van, ők is részesei a társadalomnak, értékes részesei. Foglalkoztatás van, tehát munkahelyet kapnak, bért kapnak, mentorálást kapnak, de irgalmasak és segítők lehetnek az embertársaikkal. A tervek szerint az új intézménynek nem csak a rászorulók foglalkoztatásában lesz szerepe. Az Oltalom Szeretett Szolgálat tavasztól egyfajta tanműhelyként is szeretné üzemeltetni az épületet. Így a tervek szerint bárki, aki érdeklődik az asztalos szakma vagy a varrodai munka rejtelmei iránt, szabadon használhatja majd az ott elhelyezett eszközöket.